Haskell Lucky vagyok, és elérkeztünk a következő SimCity videóhoz. Valahol itt hagytuk abba, hogy elkezdtük igazából fejleszteni ezt a részét itt a városomnak. Ugye arról gondoltam, azt akartam mondani. Ezt tömt ki, ugye a központ... Ó, fejleszthető? Ó, zsírbite. Hát akkor fejlesztjük. Ja, milyen központ? Milyen központra mondta? Nem figyeltem. Oké, jó van, szevasz. Jam, kukás. Hasznosítsa újra. Talán, nem tudom. Majd meglátjuk, most hagyjatok békén. Na, egy ilyen olajcuccot kéne lehet letenni még egyet. Ide. De hát az, ezt a részt itt le kell rombolni mindenképpen. Ráadásul nagyon nem fognak neki örülni, mert hát senki nem szeret egy olajkút mellett lakni. Legalábbis én nem szeretnék, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. De valóban, most egy kicsit megálltam az időt, hogy ne zavarjon senki. Itt ez a rész el lett cseszve. Tulajdonképpen innentől. Mert ez csúnya. Tiszta anyja. Hát nem tudom. Mit javasoltok, lakisták? Segítsetek, ti vagytok ilyen profik, hogy meg tudjátok mondani, hogy mit kéne ezzel a résszel itt kezdenünk. Ezek itt nem túl kicsik abúgy is. Meg most teszem fel, lerombolom ezt a részt. Akkor már ezt is így. Jaj, köszönöm szépen. Aki mondta, hogy egészségem. Teszem azt, leromboljuk ezt. Át. De mindegy, egyelőre elég olajunk van, nem termelünk 750-et. Ja. De hogyha én leteszem ide, az le kéne rombolni ezt a tűzoltóságot. Ami nem volt olcsó. Mennyibe került? Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy 85 ropi. Jó, mondjuk van egy milliónk. Szóval... lerakjak még egy olajfúrót. Nehéz kérdés. Egyelőre nem. Aztán majd meglássuk. Na nézzük, hogy fejlődünk, mi a problémánk. Munkaerőhiány van, micsoda. Kettő elhagyott épületünk volt, vár, nincs. Szóval munkaerőhiány van egyelőre, azt mondjátok. Igen, betyár mindeneteket. Viszont én szerintem elkezdek egy új várost. Ezt is csinálgatni fogjuk, nem azt akarom mondani, hogy most ezt itt hagyjuk. Viszont elkezdek szerintem építeni egy új várost. Ezt, szomszédost. mit akarunk megnézni? Azt akarom megnézni, hogy... nem tudom. Most egy turista város szeretnék, igaz, hogy itt most van érc, meg minden finomság. De... hát a közelben nincs olyan, sőt, szerintem ebben a régióban egy sincs olyan régió, ahol nem lenne valamilyen érc, vagy valamilyen finomság. Turista várost akarok csinálni, jó lesz-e ez nekem? Vagy az? Nézzük meg. Ez jó lesz, és akkor ott leszek majd valami különleges dolog. Egy híddal kell majd átmenni, jó. Elfoglaljuk, srácok, elfoglaljuk. És akkor első feladatom majd az lesz, hogy küldök jó sok pénzt magamnak, magamtól. Először is egy közepes forgalmú sugárúttal elkezdünk dolgozni. Mindenképp megnézzük, hogy merre fúj a szél. Azt mondja, hogy... balra. Most már jobbra, megfordítottuk a szélirányt. Ne haragudj, nem tudom, most egy ilyen fogyatékos kedvem van, ne haragudjatok. Mindig az van. Nem. Na, egy ilyet húzunk szépen. Egy turista városban igazából az utak zömének azért sugárútnak kell lennie, nem? Tehát én szerény véleményem szerint, igen.
Ó, de király, jól néz ki. Vagy nem. Már most elcsesztem. Nem, ez így menő, Manu. És itt három hit lesz még itt egy középen, meg még ezen az oldalon is. Bum, szávasztok. Jó. Viszont, jaj, viszont hogyha... erre fúj a szél, akkor itt kéne lennie a... az ipari részlegének a városomnak, nem gondoljátok ezt? Na mindegy. Itt átvezessünk egyet. Jó, mindjárt lesz víz, meg minden finomság, de előtte visszamegyek kéne az elsődleges városomhoz, és küldök neki pénzt. Úgyhogy el tudjam ezt gyorsabban el tudjam kezdeni, gyorsabban tudjam csinálni a dolgokat. Azt úgy kell, melyek régió nézetbe. Azt mondja, hogy kiválasztom. Ajándék. És hát... küldök neki egy cuppanóst! Mennyi pénzem van most nekem? 1 millió 68. Merjek 1 milliót küldeni? 1000 ajándék küldése. Jó, elküldök 1 millát. Aztán majd meglássuk, hogy meglátjuk, bocsánat. Jézusom. Meglátjuk, hogy csődbe megy ez a város. És jó sok épületet kell rombolni mostanában. Nem örülök ennek. Na itt nem akartok amúgy szépen fejlődgetni, de nagyszerűek ezek a boltok. Milyen boltok? Jó, gondolom ezek. Ja, nagyon jó. Én is imádom őket. Oké. Na, egy 100 000 felett vagyunk, srácok, szóval nem hiszem, hogy olyan nagy problémánk lesz. Ez itt smoke, ez egy felhő. Ez itt szerintem légszennyezettség. Na, mi van? Nem igazán tartjuk a lépést a bűnözéssel. Kösz, nem, már van egy rendőrkapitányságunk, nem? Nem, ja de, ott van, jó van. Azt mondja, hogy... mit akarsz? Mindig akarnak valami. Monster Truck versenyre. Hát, mi nem építünk, az majd a szomszédos városba lesz, menjetek oda. Oda is kell a pénz. Na, ezt kéne akkor egy kicsit fejleszteni. Yes, legfelső emeleten fogdák. Csinálunk ilyen finom kis fogdákat. Mit szóltok hozzá? Így. Lerakok egy ilyen. Mi ez? Bűnmegelőzés központ. Na, az mondjuk menőség, de nem tudom sehol se lerakni. Ez mi a franc? Nem áll. Ne húzzál fel. És azt se tudom lerakni oda. Na, azért mondom, hát majdnem felhúztam magam, elfogyott a pénzem. Jó. 11 000 van. Az a helyzet, hogy akkor be kéne zárni ezt, és ezt. Nem? És így már is kétszer annyit keresek egy órában. Viszont nem hiszem, hogy annyival rosszabb lenne a dolog, mert hát vannak ilyen bazi nagy dolgaink. Van egy tűzoltóság, van egy kórházunk, rendőrkapitányságunk, szerintem tök simán. Elszabadult egy épülettűz, pont jókor. Köszönöm. Még egy elhagyott épület. Miért ment? Magas adók. Mekkorák az adók? 11%? Hát az biztos nem magas, öreg. Örülj a 11%-nak. Ezeket lehet, hogy le is rombolom. Csak a helyet foglalják, nem? Amúgy is munkaerőhiány van részben. Hát ezek még nem olyan drága épületek, ezeket nyugodt szívvel lerombolom. És ezek lesznek itt lakó területek. Jó. Nagyon jó. Olyan sok ipari cuccos majd nem kell a másik városba, nem? Mert az a turista város lesz, azért tudnak majd dolgozni, gondolom, ilyen helyeken a embereim.
Szerintem nem kell sokféle. Ipari terület. Jó, menjünk át akkor a városba, itt nyugodtan termeljük még amúgy rendesen az olajat? Az a kérdés. Olajkutak. 1000 hordó kőolaj. Király, nagyon király. És adjuk el szépen, ugye? Azt mondja, hogy olaj export. Fasza. És ez? Jaj. Ez még kereskedelmi lerakott. Ez a szén. Szén. Tényleg nekünk van szénbányánk is. Ez az? Nem. Hú, az? Ja, itt van-e? Tényleg, most itt eszembe nekünk szénbányánk is van. Van még valahol szén? Itt. Hát olyan jó helyeken vannak, hihetetlen. Mindegy, menjünk át szépen a épülő kisvárosunkba. És vissza kéne menni. Fel kéne ajánlani ide tűzoltókat, rendőröket, meg ilyeneket, hogy most ne kelljen azzal foglalkoznom. Nem jött meg még a pénz. Már megjött, zsír. Ez így menő? Vagy inkább legyen mindegyik egyen. Ez így menő. Menő manó. Mondjuk egyelőre ennyi elég legyen már tényleg. Jó, és akkor lerakunk egy vizes cuccost. Ide biztos nem. Egyelőre egy kicsi is elég lesz, nem? Jó, megállítjuk az időt, mert már mínuszban vagyunk. Akkor ezt a részt itt vegsem. Ipari területnek. Nem tudom. Valahogy úgy kéne, hogy bejövünk ide. És akkor így. És akkor van itt egy kis ipari terület is. Valahogy így. Oké, és akkor szépen kijelöljük. Így. Tudom, hogy arra fúj a szél, és ez nem lesz olyan fantasztikus. De ilyen az élet. Azt nem tudom, hogy össze legyenek kötve. Ezzel. Nem lesz összekötve. Jó. Ennyi egyelőre elég lesz szerintem. Most akkor lakóterületeket is csinálnunk kell, azt csináljuk a másik oldalra. Mondjuk átcsinálom már ezzel a nagy úttal, mert most nem akarok én majd itt ilyen nagy fejlesztgetéseket csinálni. Jó, inkább most legyünk okosabbak, aztán akkor megspórolunk magunknak egy kis időt. Jó. Azt mondja, hogy legyen ekkora, amekkorát a játék felajánl, én azt szívesen vállalom. Ez eddig szép, most de eszmének olyan, de ezt nem értem, mindegy. És akkor szépen a lakóterületek. Bum sakalaká! Jó, meghúzzuk itt ezt a utat. Meghúzzuk itt ezt az utat. Meghúzzuk át. És akkor így, így. És akkor még egy-két boltot is rakok, mondjuk... mondjuk ide, így, és már jöhettek is botok. Kell egy kis áram, vásároljunk áramot? Onnan... Cheetos, nincs eladható áramkapacitása. Ja, mert kikapcsoltam, hogy nem adom el. Bekapcsoljam, vagy kapcsoljam magamnak áramot? Megpróbálom bekapcsolni. Hogyha be tudom, akkor bekapcsolom, ha nem, hát akkor meg nem tudom, napenergiával, vagy valamilyen hasonló finomsággal majd csináljuk a dolgot. Azt mondja, hogy áram... Nincs szomszédos áram szolgáltató, értem én. De neki szeretném eladni az én áramomat. Vagy nem tudom eladni. Mi a baj a rendőrséggel? Bűnöző ki az előny. Hát. Jó, nyugi.
Mi kell neked? Még egy... Mi kell neki? Még autó, hogy... Nem figyeltem. Bűn megelőző központ, még egy, nem tudok még egyet lerakni. Ha! Na mindegy. Áram. És itt vagy be lehet állítani egy eladás szomszédoknak. Nézd meg, 16 megawatt feleslegem van. Emlékszem, hogy van valahol egy olyan, hogy áram eladás a szomszédoknak is be lehet pipálni. Ja, lehet, hogy a izénél a áram cuccomnál, így van, ott, ennyi. Oké? És akkor szépen megnézem, hogy most tudok-e vásárolni. Mert nem vagyok vele szomszédos. De attól függetlenül lehet eljönni idáig, vagy nem? Igen, azt mondja, hogy áram. Rás régióba, onnan. Vásárlás. Nulla Simoleon összegér. Egyelőre, mert most még nincs szükségünk, gondolom, áramra. Jó, akkor vásároljuk az áramot. A víz az jön, ne aggódjatok, jön az áram is. Ha minden igaz, így van, már vásároljuk szépen. Hallgass szímei, hadd mondjam el, mit akarnak, aztán dönts. Jó. Na, és akkor lerakjuk szépen a városházát, vagyok ide a kertvárosunkhoz majd. Á, bár ez itt nem lesz túl jó, mert... Lehet, hogy már el kéne kezdeni már most a turista dolgokat lerakni. Megpróbálom, hogy képes vagyok-e rá. De miért nem tudok ilyet? Ezen a helyen nem lehet elég sima terepet létrehozni az útnak. Most mi baja? Nem lehet... Mi? Túl éles szög, ne. Pedig milyen jól nézek ki. És ha ilyet húzok, nem innen. Ó, de szép! Na jó. Lerakok már most egy valami turista finomságot. Ja, nem is tudok még lerakni, de hülye vagyok. Mert kultúra, stadionok... De, stadiont már tudok lerakni. Jó, tudjátok, hogy akkor le is rakok már most egy stadiont. A bármely ez még elég felesleges lenne, hülyeség, hülye vagyok. Na de, várj, most tudok ilyetek? Nem, jóváhagyatlan, igen. Kell turisztikai hivatal, az lesz a legelső akkor majd. Akkor mégiscsak le kéne rakni azt a rohadt polgármesteri finomságot. Hol van? Itt van. Örüljetek! Yeah, baby! Tudok fejleszteni? Nem, 5000 lakosnál lehet majd fejleszteni. Az nem mostanában lesz, viszont a mostan, és viszont a mai epizódot itt lezárjuk. Mindenképp le kéne zárni. És akkor innen folytatjuk legközelebb, írjátok meg, hogy nevezzük el a városunkat. Találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam. Sziasztok!